Szájer Ákos, így egyel rövidebb, hogy úgy mondjam, a szegediek kispadja. A fehérmezes Alba hozza el a labdát az első támadásból. Pongó kezd irányítóba vissza Lukácsnak, és Lukács azonnal bepöcizi, szép kosárral kezdenek a fehérvári fiatalok. Már most ez a fiatalok azért talán túlzás hitésű, és válogatott kerettag, de a 2001-es Lukácsra talán még mondható. Taylor Persons, az NBA egy legponterősebb és még sok-sok kategóriában leg-leg-leg játékosa. Bognár majdnem elcsúszik, továbbadja Alstonnak. Visszaszedi a támadó lepattanót Bognár, és kiharcol két büntetőt. Bognár Kristóf, aki kiadja mindkét büntetőt, hát kellett nekem dicsérni, hogy jó szezont fut, de persze nem ez a két büntető határozza meg a teljes szezonját. Mint ahogy a Szedeákét is majd a középszakasz meg a rájátszás fogja eldönteni, tavaly ugye történt a legjobb teljesítményét ment a Szedeák, hoppá! Egy remek távoli dobás, Shahid Davis engedte el, 5-0, ellenmondás nem tűrően kezd egyelőre az Alba, amely, hát mi volt ott a földön, nem fújtak a játékvezetők, a végletekig kivártak, Pongó, nem ijedt meg, 7-0, hát kíváncsi, hogy Simándi Árpád mikor fog időt kérni, Matthias Zollner minden esetre tapsol. Persons, egy floater, és ott van Taylor Persons első kosara. 23,3 pontot dobál meccsenként Taylor Persons, mondom, ezzel a legjobb az egész NBA-ben, ráadásul mellette vezeti a gólpassz listát, majdnem 8 asszisztal, oké, több mint 37 percet van pályán átlagban. Egy gyönyörű horog! Michael Fakuade! Kendrick Cook harcol ki, és Alston felállásban kezd. Ugye itt maximum az a kérdés, hogy melyik fiatal van a kezdőben. Bognár engedi el a triplát. Jó a tripla. 9-5 az állás. Davis, Pongo, Fakuad, Lukács és Vojvoda. Lukács vissza, rövid a dobás, a lepattanó Kuké, adja Personsnek, nála van a legjobb helyen a Szegednél, de Persons eladja, nem sűrűn szokta, de most eladja, és ott a zsákolás. Lukács 11-5, szép védekezés a válogatott kerettag Lukácstól. Ott akartam mondani, hogy Persons nem szokott sok labdát eladni, ugye csaknem 8 gólpassza mellé 3,3 eladott labda társul, ez jobb, mint a 2-1-es arány. Közben az oldalvonal mellett ott leszűkül nagyon a tripla vonal és az oldalvonal melletti vagy közötti rész. Hoppá! Egy újabb remek zsákolásban majdnem kiejtette a kezéből a labdát Shahid Davis. De csak majdnem. Lassan 10-zel elmegy az Alba, és még csak 3,5 perce megy a mérkőzés. Egy újabb eladott labda. Újabb könnyű, gyors kosár. Ezúttal Vojvoda zsákol, és most unja meg a Szedeák. A vezetésért Alston. Davis, Persons nagyon messziről dobja a triplát. Ezt nem tudom, miért kellett így eldobnia, még volt idő a támadó időből. Ez szép! Gyönyörűen csinált a Takács. Kikerülte a sapkát azzal, hogy tovább vitte a labdát és átvitte a gyűrű alatt. 24-21 az Albának. Davis visszakéri.
Ott jön az elzárás is. Aztán beleáll a triplába, és jó, a tripla egyenlít a Szedeák 20 másodperccel a negyed vége előtt. 24-24. Nyoma nincs az Alba kezdeti játékának, pedig szépen lassan szivárognak vissza a kezdőjátékosok. Jó a kiosztás. Lukás dobásra lejön, és ez a vége a negyednek. Hát a többieknek 2-3-4, de itt dobott már. Stark. Kéri az elzárást, kapja is, ott a leváló Fakvád, de inkább Vojvodához jön a labda, a hármas lejön. A támadó lepattanóból egy remek gólpaszt ad a körtébe Jonathan Stark. Persons pedig megint a könnyebbet hagyja ki. Megcsálta nehezét, aztán labdaszerzés szegedi oldalon. Ez szép, és a sapka is szép, ráadásul visszapattan a szegedi játékosra, a labda azt mutatja Bence úr játék. Nagy luxus ezeket kihagyni a Szedeáknak. Smith Persons-szal maradott. Gyönyörűen látja meg a gyenge oldalt, és a sarokból jön a tripla, csak nem megy be. Most nagyon a kinti dobásokat erőlteti az Alba, pedig ugye jól látszott az előző gólpassznál, hogy bent lenne keresni valója a hazai csapatnak. Bognár gyönyörűen ugrasztja meg Lukács. És aztán helyett Filipovics. Persons kezéből kisodorják a labdát, de szabályosan mutatja török. Kevesebb, mint 4 másodperc a támadó időből. Davis dobnia kellett. Nem tudja elhalászni a labdát. A Szedeák indul az Alba, csak elesik. Lenzel Smith. Zollner folyamatosan mutogat, hogy nem baj, srácok, ez az jó volt, ezt kell csinálni, föl kell gyorsítani a játékot. Közben a nézők meg Pongo Marcelt követelik a pályára, és ezt szerintem megadták volna, hogy... Egyelőre virtuálisan az Alba az ötödik. De mindjárt elvesztheti a virtuális ötödik helyet, amennyiben kosarat szerez a Szedeák. Főleg azért, mert a Kaposvár vezet a körmendellen 26-21-re. Igaz, a Deac Kecskemét egyelőre egárra áll, a 13. percben jár mindkét meccs. Davis. Nagyon messziről futtából engedte el. Másik oldalon pedig gyönyörűen fejezi be a fast break-et az Alba. Pedig már úgy tűnt, hogy nincs is előny. Bognár Said Davis-szel szemben. Nagyon agresszívan, szépen fog is jó. 28-27. Smith. Stark. Ott van a sarokban Davis, megpróbálja megugrasztani Filipovicsot. A kiosztás nem, és lejár a 24. Persons emeli azonnal az öklét, rázza. Egyébként borzasztó sokat tud dobni egy csapaton. Nagyon nehéz ugye a 24 másodpercet úgy kivédekezni, hogy az ellenfélnek tudjon rádobni. Most sikerült. Ez majdnem akkor adrenalin, mint amikor valaki kioszt egy emberes sapkát. Sőt, csapat szempontból talán még több. És meg is van a Szedeáknak a vezetés. Bognár Kristóf tolatott be, majd fordult rá a gyűrűre. 29-28 a vendégeknek.
és Bognár majdnem labdát szerez. Hát emlékeim szerint nem volt még ilyen a mérkőzésen, hogy vezetett volna a vendállás. És labdát szerez a Szedeák! Persons, nincs létszám fölé, megvár inkább Bognárt. Hassan Davis még tovább, Bognár dobja a triplát. Kis híja, hogy nem megy be, aztán Filipovics kezéről gurul ki a labda. Az Alba játékán látok egy kis görcsösséget, amilyen flottul ment az elején a kezdőtösnek. A cserék után annyira leült a csapatjáték. Stark Davis. Ha mondjuk a bedobja a 8 méterről, akkor nincsen gond, akkor nem kell csapatjáték, mert igazából itt nem volt. Állt 45 fokban Davis, 8 méterrel a gyűrűtől megkapta és eldobta a labdát. Bognár próbálta erőből, de hát onnan a gyenge ott. Szép a kiosztás, Davis. És Filipovics visszateszi a támadó lepattanót, ráadásul és nem csak kért, hanem pihenőt is kapott. Persons. Egy újabb floater, ez nem jó. Nem jött igazából segítség. Tiszta dobóhelyzet, nagyon rossz dobás. És Persons azonnal mutatta, Takács meg jó erőben van, mert átdobta. Hoppá, ott van Fakuad, és beesik! Egy pattanás után beesett a tripla, elment öttel az Alba, amely aztán beüt egy faltot, egészen konkrétan Vojvoda. Ugye helyette jött be Rashan Davis a pályára az első negyed végén, és Kukot azóta se játszatja. Simándi Árpád, Persons meg fönn van végig. Fakuad kosara, 46-41-es van, 15 másodperccel Szedeáknak, kosarat kéne szereznie, hogy minél közelebb kerülhessen a nagy szünetre. Nyilván az Albáé lesz a vezetés, de hogy mennyivel, 5-tel, 3-mal vagy 2-vel. Az ettől függ. Szatmári javított az előző kihagyott tripla után. No, hát közben elkezdődött a második félidő, és a Fehérvár vezetheti az első támadást. Lenzel Smith kihagyja, és a labda a Szedeáké. Persons már indul, robog Alston, de visszazár a Fehérvár. Cook visszajött, és aztán eladja a labdát. Ez így visszajátszás. Majd amikor belepöcköltek a labdába, akkor kicsit megszabadult, és olyan helyre osztotta, ahol nem kellett volna. Vojvoda közben a másik oldal, egy pillanatra lelép róla Alston, nagyon rövid a dobás, és így jó Fakuadnak, de kiállnám sem a Kaposvárral, sem a Deac-szal szemben egy holtversenynél nincs előnyben az Alba, azaz, ha nem nyer ma, és bármelyik vetétárs nyer, akkor elbukja az ötödik helyet. Cook megnézte, hogy hol a vonal. Gyönyörű védekezés, és közben indul már Lukács. Gyönyörű passz, és ott a kosára végén Lenzel Smith. Még az is jól sült el, hogy kicsúszott a kezéből, Lukács kezéből egy pillanatra adta a labda, elvesztette a kontrollt a labda fölött. Rashan Davis, két dobás, meg Rashan Davis pedig bedobja. 8 pontos. Két Davis 23-at dobott összesen. Igaz, az egyik a Fehérvár, a másik a Szeged színeiben. Vojvoda. Szép belépés. És egy jó kizárás Alstontól.
aki aztán hopp, az benn van. Pongó alulról akarta kijutni, nem akarta nyilván, hanem hogy felugrott, vagy az alulról ütötte ki a labdát, ami hát szabálytalan. Meg is adták azonnal a kosarat a játékvezetők. ...49-47, de még mindig két ponttal vezet az Alba Fehérvár, Renzel Smith. Ő is kihozta, nagyon messziről Said Davis, ezúttal nem jó. Bognár azt reklamálja szerintem, hogy ott szabálytalanul akadályozták a lepattanó csatában. Vojvoda! Lejön a tripla, Bognári a lepattanó, Persons-szel ment föl. Azért érdekes egyébként, mert Persons a védő lepattanókban negyedik legjobb az NB1-ben, tehát kis termet ellenére nagyon jól szedi a pattanókat, tanulabdákat. Több mint öt lepattanó meccsenként azért. Az nem semmi. Bognár. Helyes, mint a játék. Lehet ütni a gyűrűről, ha pattan a gyűrűn, gyűrű fölé. Ugye oda nem szabad benyúlni. Said Davis. Ott az induló ember, 4 az 1 ellen. És egy hatalmas zsákolás, ez ilyen önbizalom növelő volt szerintem Kiandri Cooknak. Azt se bánta volna, ha belemenés lesz. Közben egy hatalmas küzdés ott Fakvád, és begyötri. Begyötri Bognár fölött, és nagyon kellett megint ez a kosár az Albának, mert ugye egál volt az állás, de most 51-49. Egyébként a Dehac még mindig 5 pontos hátrányban. De azt lassan el is felejthetjük, hisz a Kaposvár 14 ponttal vezet. Lassan Davis. Nagyon rossz kísérlet. És egy sportszerűtlen hiba a Taylor Persons-re. Stark. Said Davis. Könnyedén veri meg Filipovicsot. Tehát nála a lábbal sokkal jobb Said Davis. Ugye amikor érkezett, sokan azon aggódtak az Alba szurkolók közül, hogy igazából egy újabb négyes posztos játékos, tehát nem center, de hát most ő játszik ötöst. És simán megverte Filipovicsot. De most nézzük a szegedi támadást. Persons. Hoppá, kicsúszott a labda Filipovics kezéből, így könnyű volt szerelni. És most megint elléphet az Alba. De nincs benne a 3 pontos, pedig 9 ponttal elmehetett volna az Alba-Fehérvár. Filipovics, ez is lejön. Lehet, hogy nem neki kéne ezeket eldobni. De hát annyira tiszta volt a dobóhelyzet, hogy vétek volt nem ráemelni, hogy vétek lett volna. Eldugja a labdát a Fehérvár, Stark ad megint egy forintos labdát, és 50... ...pedig a tavalyi sikerkovács saját maga mondott le, miután úgy érezte, hogy nem tudja jobban motiválni, szintén nem túlacélosan kezdő szedeákot, legalábbis az előző évhez képest nem túlacélosan kezdő szedeákot, és az eddigi másodegyzője vette át a csapatot, Simándi Árpád. Bognár! Rádobta nagy... Cook nem látja. És elmehet 10 ponttal az Alba-Fehérvár. Stark, Szabó, ott hagyják. Ott a tripla, Szabó Zsolt, újabb 3 pontosa. 60-49. Az eddigi legnagyobb különbség. Hát a második félidőben egy csapat van csak a pályán. Épp hogy át tudta hozni Persons. Aztán Szabó bele tud nyúlni abba az ígyszerbe, ott az induló ember. Csak nem tudja megfogni Lenzel Smith, mert nagyon hosszú volt. Életem egy csekuknak maradjunk annyiban. 2 pont. 4 eladott labda.
atyavilág. Majdnem a fele a Szegedi adott labdáknak Cook nevéhez fűződik. Rashan Davis. A három pontos kísérlet lejön. Stark meg a háta mögött üti át a labdát. És a menőzés majdnem labdaeladásba vált. Aztán teljes blokk a Szegedi védelemnél. Hárman nézték, hogy elmasírozik mellettük. Az Alba irányítója 62-49. Vastaps a nézőtéren, és hát lehet is, mert most csak egy csapat van a pályán. Egy legény van talpon a vidéken. Egy újabb majdnem eladott labda, ez most Persons. Keller megmentette. Rashan Davis meg kihasználja azt, hogy teljesen széthúzódott az Alba védelme. Nem mondom, hogy tudatosan csinálta ezt a Szedeák, de szerencsésen jött ki a helyzetből. Ennél jobban nem lehet széthúzni, Keller a nézőtérről húzta vissza azt az előző labdát. Itt meg megint egy elalvó védelem, és hát nem lettem volna meglepve, a Filipovic esetleg hozzáér Starkhoz, és befújják Faltnak. Még nincs ere. Tizenhárom pontos fehérvári előny. Bognár. Persons. Az sem jó. Bognár beleüt. Ez is az Albáé. Robokpongó. És Fakuád megmenti. Bepöcizi a lepattanót. Újabb szegedi időkérés. Na most Cook nem kettő, hanem 10 ponton állna. Akkor belátható közelségben lenne a Szedeák az Albához. Hát ennyit számít egy szűk rotációnál egy-egy játékos, egy-egy kulcsember gyengébb napja. Bognár Kristóf. Megveri, de nem tudja bedobni. Megverte Szabó Zsoltot, váratlanul ugye a bal keze fele fordult. Pontosabban úgy, hogy ballal tegye föl. Jó meglátás. És egy tripla a sarokból. Pongó. 69-51. Hát lassan 20 pont közte. Tényleg ez a negyed egyértelműen az Albáé. Bognár Kristóf. Az ő dobása is lejön. Már nem megy senki a lepattanóért. Kicsit olyan, mint a föladta volna a Szedeák. Szabó Zsolt dobása lejön, Bognár újabb lepattanót szed. Itt lehetett hallani az is lépés kiáltást, és elég gyanús volt valóban, hogy elindult Alston. Pongó dobása lejön, és ott egy falt. Az két csapat összesen 5 faltot ütött be ebben a negyedben. 3-2, hogyha jól számolom. Alston. Kerpefronus Balázs nem tette rá. Rashan Davis. Gyönyörűen csinálja, csak nem tudja befejezni, és róla megy ki a labda. Roppant ideges az amerikai. Bedobja a plusz egyet Vojvoda Dávid. 75-59, bocsánat. Nem tud érdemben mégse közelebb férkőzni a Szedeák, jobban nézett ki az előbb, bár Davis megint dob egy könnyű zipszert, tehát az Alba védekezésén látszik, hogy most már a játékosok is úgy érzik, hogy tulajdonképpen zsebben van ez a mérkőzés, de azért még nem szabad megnyugodniuk a fehérváriaknak, hiszen 7,5 perc van hátra. Vojvoda, ketten fogják, így viszont Szabó teljesen egyedül dobhat, ezúttal nincs benne a tripla. De Fakvád leszedi a lepattanót, és visszateszi Keller Iván mellett. Davis azonnal tüzel. 77-64. Hát védekezésről csak pillanatokra beszélhetünk, inkább azt mondom, hogy a meccs védekezés is tartalmaz, de csak nyomokban ebben a periódusban.
Ott belefordult Szabóba Cook. Azért nem túl jó kiosztás, de Stark ebből is föl tudja tenni, és bepattan a gyűrűbe. Milyen három pontos. Közben pedig Cook úgy tűnik, hogy magához tért. Ugye visszatér, így ott a világon semmit nem csinált. Akkor belefordult a vállába fejjel Kiandré Cook. Ashan Davis. Ő viszi most a vállán a Szedeákot. Olyannyira ő viszi, hogy itt a második fél időben szinte csak ő dobott pontot. 21-nél jár. Elképesztő ütemben termeli a pontokat. Persze leragadt 13-nál, ugye őt most ülteti Simándi. Fakvár pedig falttal együtt teszi be, hogy a Fehérvár magyar válogatott irányítója Pongo Marcel a bedobott 5 pontja mellett 11 asszisztot szedett össze. Ó, mekkora sapka! Aztán remélem nem történt sérülés. Ujjjjjjjj. Volt a szituáció, mint ami lett belőle végül. Ott a tripla nem jó. Támadó lepattanó és zsákolás Alstontól. 85-68. Hát így 20-on belül tud maradni a Szedeák, de számottevően érdemben közelebb nem tud férkőzni. Vojvoda csimbatta a labdát. Shahid Davis Stark. Hát elég fura mozdattal tette föl. Keller pedig faltolják. Második is Keller 6 pontos. 85-70. Belül vagyunk az utolsó 5 percen. Hát innen már okosan kell menedzselnie az időt, az órát is az Albának. És esetleg nem feltétlenül eldobálni gyorsan a hármasokat, mint ahogy most tette ezt Vojvoda, hanem végigjátszani a 24-eket. Keller. Ott a tripla, 85-73. Matthias Szolner ki is kéri a soron kövjáknak. Mennyire egyéni játékokra épül sokszor a Szeged játéka egyegyezésekre. Ezt jól mutatja, hogy összesen 9 asszisztja van a Szedeáknak és 23 az Albának. Ez egy alibi labdaszerzés, így viszont tiszta dobó helyzet, visszalép Shahid Davis, és ez volt a hiba, hogy második szándékból kilépve, hátrafele lépve dobta el a triplát, ez nem mindig jó előjel. Aston, ő nem fogja eldobni. Davis kezéből pedig, Rashan Davis kezéből csak simán kicsúszik a labda, hogy megpróbált átcsusszanni a két fehérvári védő között. Pedig meg lehetett volna az újabb 2 pont és a zárkózás. Lenzel Smith. Az ő triplája, és lejön Vojvoda szedi a támadó lepattanót. Hát azért ezeknél a megmozdásoknál látszik már a szegediek fáradtsága, hogy nem nagyon lépett ki senki. Fakvát kezdjéből pedig kiperdül a labda, nem ért hozzá Bognár. Ez egy újabb lehetőség a Szedeáknak, hogy bejöjjön 10 alá. De nagyon fogy az idő is. Pfú, ezt nem tudom, hova akarta Bognár. Valószínűleg ez a figura volt megbeszélve, vagy bemutatva, vagy fölrajzolva valahova. Csak nem volt ott a csapattársal, szerette volna. Az albalabdái sem igazán pontos átadások. És Stark falttal együtt begyötri. Rás. Érdekes, hogy Persons nem hozza vissza Simándi. Úgy van vele, hogy most már mindegy. Azt, hogy Cookot nem hozza vissza, azt értem. Vagy nem hozta vissza, mert most ugye próbálkozott vele a második fél időben bőszen.
Aston megmenti. Keller. És elveszti a labdát. Lenzel Smith szemfüles. És be is gyötri. 90-73. Simándi Árpád időt kér. Kecac pedig nagyon úgy néz ki, hogy kikap hazai pályán a Kecskeméttől, mert 40. perc végén még mindig most egy hármassal is egy pontos hátrányban van. Keller Iván itt dob egy hármast. 90-76. Kevesebb, mint 2 perc. Stark ki a sarokba, Lenzel Smith emeli, lejön. Rashan Davis nem dobja el. Érdekes nézni, még egy 2-2-t se nagyon játszik a Szedeák. Széthúzzák, és akkor ott hagyják egyegyezni a valamelyik amerikait, most Rashan Davis-t. És aztán dob egy 6 méteres tempót. 90-78. Hát így persze nem lesznek gólpasszok. Ő egy perc. Az nagyon rossz labda jöhet a Szedeák. Közben azt nézem, hogy az a szerencsére Szegednek, hogy ha Kecskemét nyer is, Debrecenben az egymás elleniben sokkal jobb a Szedeák. De bocsánat, ott nem számít az egymás elleni, hiszen akkor egyre több győzelme lesz a Kecskemétnek. Akkor a Szedeák visszacsúszik a 9. helyre, most 71-71 az állás, úgyhogy lehet, hogy ott még hosszabbítás lesz. Most az várható, mint hogy egyébként a 39. percben egál az oroszlány szolnok összecsapás is. Úgyhogy a végső helyezések. Az eldőlt, hogy melyik 5 csapat lesz a felsőházban, az is eldőlt már, hogy melyik 5 csapat lesz a középházban. Azt már rég tudtuk, hogy melyik 4 csapat. Maximum a sorrendjük kérdéses. Hogy volt idáig. Egy zúga szép volt, fiúk. Shai Davis pedig már lepörgeti a másodperceket. És itt már nem akar senki kosarat dobni. Ebben a pillanatban vége az összecsapásnak. Az Alba Fehérvár 90-81 arányban.